A főtérre a futballkedvelőit várták szombaton este, nem csak szurkolni. A hetes rúgó versenyen gólokat is szerezhettek, akik egy kis mozgásra vágytak a BL döntő előtt. A gyerekek között Bányász Benedek bizonyult a legjobbnak, a BL döntőben a Juventusnak szurkolt. Jó a középpályájuk. Remélem, jó fognak játszani. Végeredmény szerint? Hát 2-1. A felnőttek versenyét pedig egy ifjú tehetség nyerte, Ádám Donát, akit Zsivócki Gyula meghívott a Ferencváros egyik korosztályos edzésére. A Fradi utánpótlás edzője szakértőként volt jelen a rendezvényen. A BL döntő előtt fél órával már érkeztek a szurkolók a Kossuth térre. A legtöbben Barcelona győzelmet vártak. Minden a Barcelona mellett szól, de csak egy meccs, úgyhogy bármi lehet. A Juventus nem szabad leírni, mert a Real ellen például azt mondtam, hogy sima Real siker lesz, aztán nem lehet megmondani, de a Barcelona mellett szól minden. Utóbbi évek legjobb Barcelonájával találkozunk, a Juventusra gondolok. Hát nagyon remélem, hogy a mérkőzés elején tudunk szerezni egy gólt, akkor úgy gondolom, hogy gólokkal fogunk nyerni. Hát valószínű, hogy a emeletes busz Juventus részéről be fog állni a kapuba, és nehéz lesz feltörni a kaput, de ha az elején találunk egy gólt, akkor gólokkal fogunk nyerni. A katalánok találtak be elsőként a kapuba, Rakitic szerzett vezetést az első félidőben. Horváth Richárd polgármester az első játékrész után elmondta, hogy örül annak, hogy sokan kilátogattak a főtérre. A mérkőzésből azonban hiányolta a látványos játékot. Nem meglepődve láttam, hogy milyen sokan vannak, és milyen sokan eljöttek, és itt a 60-i főtéren nézzük a BL döntőt. Én nagyon örülök, hogy ennyien vagyunk, és ennyien drukkolunk. A polgármester családjával érkezett a programra, fia is Barcelona győzelmet várt. Szerinted miért a Barcelona fogja megnyerni a bajnokok ligáját? Hát szerintem azért, mert ott van Messi meg Neymar, a legjobb csatárok, szerintem azért. Mennyire vagy most elégedett egyelőre a csapattal az első fél időben? Hát közepesen, mert nem láttam én sem olyan jó focit. A második fél időben már több gólt is láthattak a drukkerek, először Morata egyenlített, majd Suárez és Neymar góljaival győzött a Barcelona, és ötödször is elhódították a BL trófeát. A játékot a Kossuth téren Gömöri Otto, Zsivócki Attila és Antalóci Áron értékelte. A beszélgetést Őszi Attila vezette. Zsivócki Gyula szerint a jobb csapat győzött, hiába váltott taktikát a Juve, nem bírt a Barcelona klasszis támadóival. A Juventusnak azért a nagyságát jelzi, és Allegrinak a nagyságát, edzői nagyságát is jelzi, hogy tudtak váltani a második fél időbe, kiebb jöttek, hatékonyabb volt a támadójátékuk, és tudtak egyenlíteni. De ezzel egyetembe pedig a Barcelonának a nagyságát az jelzi, hogy a három támadója nagyon feljavult, és ezokat a területeket, amit a Juventus hagyott, nagyszerűen kihasználták. Úgy érzem, hogy a mérkőzést a jobbik csapat nyerte. A végeredményt helyesen megtippelők között értékes ajándékokat sorsoltak ki a Kossuth téren.